Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Tudom, hogy ez az utolsó alkalom, és azt is tudom, hogy a vizsgai időszak nagyon közel van. Azt javasolom, hogy én próbálok egy gondolatmenetet elmondani, hogy ha bármilyen kérdésük menet közben akad, nyugodtan szakítsanak félbe, tehát örülnék is neki, hogyha tudnánk beszélgetni. Egyáltalán ragaszkodom ahhoz, hogy én végig mondjam a saját mondókámat. Azt is szeretném érezni, hogy nagyon sok diát hoztam, és ezeket ki fogom vetíteni, de nem biztos, hogy mindegyikről fogok érdemben beszélni, de mindegyiknek van információ tartalma, azért próbáltam sok-sok idézetet összegyűjteni, és ezeket az idézeteket fogom tulajdonképpen kommentálni és értelmezni. A téma, az előadás címe az, hogy az antiekvilibriumtól a szocialista rendszerig és tovább. Azt gondolom, hogy Kornay János munkásságának a középpontjában a Szocialista Rendszer című könyv áll, és azt gondolom, hogy ez a talán a legjelentősebb összefoglaló munkája, természetesen a többi jelentőségét sem fogom megkérdőjelezni. És én arról fogok beszélni, hogy azt próbálom bemutatni egyfelől, hogy hogyan jutott el a szocialista rendszerig a szerző, tehát Kornay János, hogyan jutott el ahhoz a gondolatrendszerhez, amit ebben a könyvben kifejt. Ez honnan indul? Mik ennek a gondolatrendszernek az esetleges tovább vihető elemei tekintettel arra, hogy a könyv tárgya megszűnt létezni, ami persze a történeti jelentőségét nem csökkenti a munkájának, de hát nyilván más a helyzet akkor, hogyha van szocialista rendszer, amiről a könyv szól, és más, hogyha nincsen. És amire még törekszem az, hogy fölvázoljak egy elmélettörténeti keretet, amelyen belül a Kornay jelenség és a Kornay paradigma, amit ő egyébként rendszerparadigmának nevez, értelmezhetővé válik. Ez nyilvánvalóan egyfajta értelmezés. Az még, tehát ha más állít és más mint egy állít és beszélt, lehet, hogy nem ugyanazt mondta és mondja, mint amit én fogok mondani, de ezzel semmi baj nincsen, legalábbis részemről semmi baj nincsen. Még annyit, hogy az furcsa lesz talán, hogy noha én a szocialista rendszer tekintem a legjelentősebb munkának, azért erről viszonylag keveset fogok mondani tartalmilag, mert azért azt tételezem fel, hogy erről sokat hallottak már. Tehát igazából az utat szeretném bemutatni, és az elmélettörténeti keretét megadni ennek a gondolatkörnek. Nem fogok beszélni, ez az utolsó előzetes magyarázkodó megjegyzés, nem fogok beszélni a Kornay Jánosnak a matematikai közösségtani munkásságáról és a tervezéssel kapcsolatos munkáiról, nem mintha ez nem lenne fontos, vagy akár ne lenne hatása a későbbiekre, de az én témám szempontjából mégis azt gondolom, hogy ezt most zárójelbe tehetjük. Nem találhattam volna jobb mottót az életmű jellemzésre, mint ami maga Kornay János mond. 2014-ben adott egy interjút a Holmiban, és ott mondta azt, hogy az igazán releváns elmélet úgy születik, hogy körülnézünk a valóságban, és annak a fontos vonásait általánosítjuk. Szerintem ez a szerző arcpoetikája, és ez a szerző mozertani megközelítései is, ami nagyon-nagyon jellemző rá, tehát, hogy egyfelől elméletet akar, releváns elmélete, de másfelől ezt nem egyszerűen deduktívan akarja levezetni absztrakt fogalmakból, hanem állandóan keresi az elmélet és a valóság találkozási pontjait, és azt kérdezi, hogy hogyan működik az elmélet, mint a valóságot megmagyarázó elmélet. Látni fogjuk, hogy ez a közgazdaságtani gondolkodás fejlődése szempontjából egyáltalán nem magától értetődő. És az is nagyon érdekes, hogy tehát ez jelentős mértékben egy induktív megközelítés, amely induktív megközelítésnek ugyanakkor van analitikus tartalma és analitikus elméleti relevanciája és következménye. Ezt próbálom egyrészt bemutatni a továbbiak során. A kiinduló pontom, és azt nem tudom mennyire látszanak majd ezek az idézetek, Karl Mengernek a közgazdaságtanról kifejtett álláspontja. Bizonyára tudják azt, hogy a közgazdaságtanban úgynevezett kopernikuszi fordulata a 19. század második felében ment végbe, amikor is a klasszikus politikai gazdaságtan helyét átvette az új közgazdaságtani elmélet. Ennek az új közgazdaságtani elméletnek az egyik megalkotója Karl Menger volt, aki egyúttal az osztrák iskola megteremtője is. Karl Menger
azt mondja, hogy a közgazdasági gondolkodásnak legalább három vonatkozása van. Van egy elméleti, van egy empirikus és van egy gyakorlati vonatkozása, és ehhez rendelő három közgazdaságtant, elméleti közgazdaságtant, empirikus közgazdaságtant és gyakorlati közgazdaságtant. Azt mondja Menger, hogy az elméleti közgazdaságtannak meg kell ragadnia a gazdaság működésének általános vonatkozásait, olyan vonatkozásait, amelyek tulajdonképpen mindig igazak, tehát univerzálisan érvényesek, természetesen bizonyos megszorító előfeltevések mellett. És ezt tekinti az elméleti gondolkodás leglényegesebb és legfontosabb középponti magjának, amelyre egy új elméleti közgazdaságtani paradigmát föl kell építeni. Ez az elméleti közgazdaságtan tehát nagyon hasonlít arra, amit a természettudósok gondolnak a természettudományról, és nagyon kevéssé hasonlít arra, ami ennek a közgazdaságnak a kialakulását megelőzte, de erre majd mindjárt vissza fogok térni. És ettől az elméleti közgazdaságtantól, amely tehát univerzális, absztrakt, analitikus fogalmak mentén épít fel gazdasági modelleket, különbözteti meg Menger az empirikus közgazdaságtan, amelyről azt mondja, hogy az már a gazdaság valóságos jelenségével kell foglalkozzon, és a tényleges történeti valóságban rejlő szabályszerűségeket kell megragadnia. Tehát van egy nagyon éles határvonal, amit ő meghúz az elmélet és az empirikus közgazdaságtan között, és azt valamennyire nyitva hagyja azt, hogy az empirikus közgazdaságtannak van-e egyáltalán elmélete, mert ha a szabályszerűségeit tudatosítja, akkor lehet, hogy van, de ha van is elmélete, az nem az, nem az, az az elmélet, amit az elméleti közgazdaságtan tartalmaz, mert hiszen az elméleti közgazdaságtan mindig igaz kijelentéseket tesz egy modell keretein belül. És ehhez képest a harmadik vonatkozás a gyakorlati közgazdaságtan, amely egy normatív tudomány, lényegében gazdaságpolitikai állásokat megfogalmazó tudomány. Ami nyilvánvalóan az elsővel nem azonos, és a második, de mind az első, mind a második közgazdaságtan vezethet normatív megállapításokhoz és normatív ajánlásokhoz. Na most miért fontos ennek a három vonatkozásnak a megkülönböztetése? Azért, mert az ezt megelőző elméleti közgazdaságtani paradigma tartalmazta analitikusan ezeket a szinteket, de nem különböztette meg egymástól ezeket a tudományokat. Miért nem? Mert a klasszikus politikai gazdaságtan a munkaértékelmélet paradigmájára épült. Nem tudom, hogy hallottak-e egyetemi tanulmányosan a munkaértékelméletről, ez most nem az a hely, ahol erről érdemben sokat tudok mondani. Azt szeretném csak jelezni, hogy a munkaértékelmélet állítása az az, hogy a gazdaságban megfigyelhető ármozgásoknak van egy gravitációs középpontja, ez az érték, és ezt az értéket az árukban foglalt tárgyasult munka mennyiségével ragadhatjuk meg, szemben ugye az ezt követő új paradigmával, tehát amit a Menger is képvisel, amely nem a munkát tekinti az érték szubstanciának, hanem a hasznosságot. Tehát nyilván, ha tanultak közgazdaságtant, akkor a hasznosság fogalommal találkoztak, és ezzel a fajta szubjektív értékfogalommal találkoztak, de az ezt megelőző közgazdasági gondolkodás, amit tehát klasszikus politikai gazdaságtannak nevezhetünk, nem ebből az előfeltevésből indul, és nem ebből az elméleti fogalomból indul ki, hanem tehát az értékfogalmát a munka, termékeben tárgyasult munka, árban tárgyasult munka mennyiségével hozza összefüggésbe. És így módon ez a munkaértéke elmélet egyszerre szolgál analitikus közösségi elméletként, empirikus közösségi elméletként, és együtt megfogalmazza a gyakorlati ajánlásokat is. Hogyha nézzük az első elemét, akkor felfogható a munkaértéke elmélet egyfajta korai egyensúly elméletnek, ahogyan az értékek és árak viszonyát tárgyalja, felfogható egyfajta a reálgazdasági elméletnek, amely egyúttal megragadja a társadalmi osztályok egymáshoz való viszonyát, mert hiszen felteszi azt a kérdést, hogy hogyan osztozkodnak a különböző jövedelmi tulajdonosok a megtermelt értékből, és a munkaértékelmélet abból indul ki, hogy értéket csak egy termelési tényező termel, az nevezetesen a munka, a munkás. Tehát akkor az eleve munkán való osztozkodás alapján társadalmi osztályok fognak kialakulni, és akkor egyúttal a munkaértékelmélet, mint egy társadalmi osztályelmélet és konfliktus elmélet is megjelenik, és értelmezhetővé válik.
És ugyanez az elmélet, hogy Adam Smith és Ricardo kezében arra szolgál, hogy gyakorlati ajánlásokat tegyen, amik lényegében a láthatatlan kéz metaforán alapuló ajánlások, és azt fogalmazzák meg a szerzők, ugye klasszikus Adam Smith, hogy az állam lehetőleg tartózkodjon a gazdasági folyamatok való beavatkozást, és bízza a gazdasági folyamatok koordinálását modern szóval az árrendszerre és a piacra. Nyilván leegyszerűsítve, de nagyon durván, tehát akkor ez a munkaértékelméleti paradigma sajátossága, és ennek tehát még egyszer az a lényege, hogy itt nem válnak el egymástól az analitikus, a történeti és a normatív vonatkozások, hanem ezek együtt vannak egy elméleten belül, ezért a klasszikus politikai gazdaságtan nem egyszerűen absztrakt közgazdaságtan, hanem történeti tudomány és társadalomtudomány is. A marxi politikai gazdaságtan ezt a fajta összefüggést még tovább radikalizálja azzal, ahogy a Marx újra fogalmazza az érték, a pénz problémát, a tőke problémát, a bérmunka problémát, de alapvetően a munkaértékelmélet keretein belül teszi ezt meg. És Marx úgy vélte, hogy a politikai gazdaságtan az lényegében a kapitalizmus gazdasági és társadalmi rendszerének logikai szerkezetét mutatja, mégis egyúttal a történeti átalakulásának is megmutatja az analitikusan értelmezhető logikai szerkezetét. Tehát az ő kezében a munkaérték elmélet az eminensen egy társadalomtudományi és társadalomelméleti paradigma volt. Most ha visszagondolunk tehát Mengerre, akkor látjuk azt, hogy az ezt követő új paradigmában ez a dolog megváltozik. Na most miért van egyáltalán ez a váltás? Hát döntően azért, mert a munkaértékelméletről kiderül, hogy a közösségtani gondolkodás számára nem elfogadható tételeket tartalmaz, ezzel megint nem szeretnék foglalkozni. Elég azt mondani, hogy most itt a mi számunkra, tehát ezt most fogadjuk el, hogy a munkaértékelméletről kiderül, hogy olyan súlyos belső logikai fogalmi ellentmondásai vannak, amik miatt nem. Ez az elmélet nem tartható. Nyilván nem ez az egyetlen oka annak, hogy ez a váltás a közösségtanon belül megtörténik, az a munkaértékelméletről a szubjektív értékelmélet irányában, de ha most csak az elmélet történeten belül maradunk, akkor ezt látnunk kell, hogy a munkaértékelmélet az tulajdonképpen megszűnt a közösségi gondolkodás számára fogalmi keretként működni a belső elméleti feszültségei és problémái miatt. Vannak még elvétve marxista szerzők, marxista iskolák, amelyek esetleg ragaszkodnak valamilyen módon ehhez a fogalomhoz, de ez ma már egy nagyon kisebbség, azt hiszem, a tudományos világban, akik tehát ezt ilyen értelemben még fenntartják, ezt a gondolatot, és ezt a fogalmi kört, amit a munkaértékelmélet jelent. Viszont ennek ugye van egy következménye. A következménye az az, hogy az új közösségtani paradigma szemben a munkaértékelmélettel és a munkaértékelmélet romjain most már akkor elkülöníti ezeket a vonásokat, analitikus, empirikus és normatív, és ebből adódóan a közösségtanból tulajdonképpen kiűzi a társadalomelméleti problematikát. Tehát átengedi a társadalom vizsgálatát más tudományterületeknek, elsősorban a szociológia lesz majd az új tudományterület, amely ezzel a témával foglalkozni fog, majd a politika tudomány. Hiszen az elméleti előfeltevések alapján nem lesz tárgya, az elmélet szintjén nem lesz tárgya a közgazdaságtannak az emberek közötti társadalmi kapcsolatok rendszere és az emberi és az empirikus emberi viselkedés, akár még a gazdasági viselkedés sem. Tehát a mengeri értelemben a modern közgazdaságtanból csak úgy lehet exakt tudomány, hogyha ezek az empirikus társadalmi és politikai vonatkozások az elmélet szintjéről legalábbis kikerülnek. Bekerülhetnek ebbe a második szintbe, meg a harmadik szintbe, de az alapépítményben nem lehetnek jelen, ezért a közgazdaságtan megszűnik politikai gazdaságtannak lenni. Ez a 19. század második fele. A 20. században azonban változás történik, a 20. században az új elméleti közgazdaságtani alapvetés bizonyos előfeltevéseit megtartva megjelenik egy olyan kutatási program, amely megpróbálja tematizálni a gazdaság, társadalmi és politikai vonatkozásait. Tehát visszaköveteli a gazdaságtani gondolkodás számára ezeket a vonatkozásokat.
És ez az új program azt kérdezi, hogy lehetséges-e ennek az empirikus gazdaságnak egy saját elmélete, egy olyan elmélet, amely ugyanakkor analitikusan megalapozható. És akkor ez milyen viszony van az általános egyensúly elmélettel, ami a tulajdonképpeni magja a közgazdaságtan, az elméleti közgazdaságtannak úgy, hogy ezt Menger is megfogalmazza. Miben más ez az elmélet akkor, mint az általános egyensúly elmélet? Ennek a fordulatnak most csak két jellegzetes szereplőjét és irányzatát szeretném előre jelezni. Az egyik az osztrák iskola, és mindenek előtt Friedrich Hayek, aki azt mondja, hogy ha össze akarunk hasonlítani működő gazdasági rendszereket, kapitalizmus, szocializmus, akkor nem tudunk kiindulni az általános egyensúly elmélet álláspontjáról, mert ez túlságosan absztrakt kiinduló pont. És a legfontosabb probléma az általános egyensúly elmélettel ebben a vonatkozásban az lesz, hogy ez az általános egyensúly elmélet feltételezi a tökéletes informáltságot a gazdasági szereplők között. Ez a modell lényeges feltevése, ezen alapul az egyensúlyi árak megtalálásának és reprodukálásának elegáns matematikai bizonyítása. Viszont mondja Hayek, hogy ha azt ételezik fel, hogy az információ tökéletes, akkor mind a kapitalizmus, mind a szocializmus, mind egy központi tervezésű gazdaság, mind egy piacgazdaság képes lesz a gazdasági probléma megoldására, nem lesz köztük különbség. Különbséget akkor találunk köztük, mondja a Hayek, hogyha ezt a feltételezést feloldjuk, és azt a kérdést tesszük fel, és azt ételezzük fel, hogy az információ nem tökéletes, mint hogy ez egy reális feltevés egyébként. Ugye ez egy reál feltevés, az információ tökéletessége, ez nem egy reál feltevés, hanem az egy ideális állapotra vonatkozó feltevés. És ha azt tételezzük fel, hogy az információ nem tökéletes, akkor azt a kérdést tehetjük fel, hogyan jutnak gazdasági szereplők információhoz, tudáshoz, és hogyan hasznosítják ezt. És ha ezt a kérdést föltesszük, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy egy központi tervezésű rendszer ezt hogyan oldja meg ezt a problémát, és egy piaci rendszer, és akkor tudunk értelmes összehasonlítást tenni. Ez tehát az egyik elszakadás már az általános egyensúlyelméleti keretektől, a másik pedig az új intézményi közgazdaságtan, vagy az új politikai gazdaságtan. Itt most Douglas North-tól hoztam pár idézetet. Az első idézetben azt mondja North, hogy ha feltételezzük, hogy a tranzakciós költségek zérók, nullák, hogy a tranzakciós költségek az nulla, az értéke nulla, már pedig ez az elméleti közgazdaságtan klasszikus feltételezéshez tartozik, akkor nem értjük meg azt, hogy hogyan generálódik a gazdagság a társadalmakban, hogy miért vannak szegény és gazdag nemzetek. Mert hiszen, ha nincsenek tranzakciós költségek, és feltételezzük azt, hogy a gazdasági szereplők haszonmaximalizálók, racionálisan viselkednek, akkor azt is feltételezünk kell, hogy a gazdasági szereplők mindenhol a határon maximalizálnak, tehát mindenhol a gazdasági növekedés azonos ütemét fogják generálni, mint a lehetséges legnagyobb ütemet. Ebből azt következne, hogy nincsenek szegények, csak gazdagok vannak, vagy pedig egyformán szegények és gazdagok a különböző nemzetek. Ha mégis van ilyen probléma, akkor ez valamilyen módon összefügg azzal, hogy a tranzakciós költségek nem elhanyagolhatók, és ez akkor összefügg azzal, hogy a tranzakciós költségek nagysága, az alakulása, egyáltalán a gazdasági cselekvéshez szükséges biztonság megteremtése, az valamilyen módon úgy érthető meg, ha túllépünk az atomizált individuumok előfeltevésén, és feltételezzük azt, hogy társadalmakban az egyének mindig egy intézményi környezetben és azon belül maximalizálnak. És ez az intézményi környezet egyfajta korlátként működik, amely bizonyos magatartásokat segít, másokat nem segít. North megfogalmazásával élve, hogyha nem lennének intézményeink, akkor ma is a Hobbesi dzsungelben élnénk, mert az egyén haszon maximalizálásának akkor nem lennének korlátai. És akkor a mindenki harca mindenki ellen működne. Hogyha ez nincsen, ez annak köszönhető, hogy vannak társadalmi intézmények, amelyek ezt a fajta önzést és haszonmaximalizást korlátok közé szorítják. Ugyanakkor mondja North, azt kell megértenünk, hogy bármilyen intézmény is jön létre egy társadalomban, vagy intézményi együttes,
az ezt a feladatot valamilyen, el fogja látni ezt a stabilizáló feladatot, de ez nem következik belőle, hogy ezt hatékony módon fogja ellátni. Lesznek kevésbé hatékony és inkább hatékony intézményi konfigurációk, tehát hogyha meg akarjuk érteni a gazdasági rendszerek és a gazdasági és a tényleges gazdasági viselkedést, akkor ezekből az intézményi konfigurációkból kell kiindulni. És akkor, ha ez igaz, akkor itt látható egy kísérlet, egy elméleti törekvés arra, hogy valamilyen módon összekapcsoljuk a modern közgazdaságtan analitikus előfeltevés rendszerét egyfajta reáltudományi törekvése, amely reáltudomány most már akkor nem az absztrakt egyéneket, hanem a gazdasági társadalmi intézményeket állítja a középpontba, és ezen belül értelmezi a gazdasági viselkedést, vagyis visszahozza a gazdaságtani paradigmába az intézményi problémát, amely tehát benne volt a klasszikus politikai gazdaságtanban, de ott egy olyan elméleti kerethez kötve, amely nem volt fenntartható, majd kiesett a gazdaságtanból annak következtében, hogyan jött létre az új értékelmélet, szubjektív értékelmélet és közösségi paradigma, és ugye ez a jelenlegi helyzet, hogy ezen a bázison mégis hogyan lehet mégis tematizálni ezt a veszendőben problematikát. Nos, azt gondolom, hogy ahogy Kornay János munkássága jelentős mértékben kapcsolódik ez az irányzathoz, nem feltétlenül ugyanazon a gondolati úton jár, de számos megfogalmazásában és különösen a szocialista rendszer leírásában lényegében egy hasonló törekvést képvisel és valósít meg. Tehát, hogy hogyan lehet felhasználni a modern közgazdaságtan fogalmi rendszerét ahhoz, hogy érvényes elméletet alakítsunk ki a gazdasági rendszerek kutatási irányán belül. A további van tehát akkor rátérek a tulajdonképpen itt ágyra, a Kornay elméletére. Sokat fog beszélni az antiekvilibriumról, ez csak egy jelzés, hogy persze ez a törekvés a Kornaynak meglehetősen régi, hogy tehát egy reálgazdaságról próbáljon valamiféle leíró magyarázatot adni, hiszen már a gazdasági vezetés túlzott központosítása cél munkájában ezt elkezdi, ezt a kutatási programot, és az egy érdekes dolog, hogy a későbbi munkáiban tudja hasznosítani a korai jellemzés bizonyos eredményeit, elsősorban a vertikális tervalkú fogalmával kapcsolatosan, de ezt a szálat ezt nem tudom itt most részletesebben bemutatni. Kornay maga azt mondta az anti-equilibriumról, hogy ez nem egy tétel a publikációs listámon, ez volt kutatói pályafutásom legambiciózusabb vállalkozása, ugyanakkor, mint majd később látni fogjuk, ezt a vállalkozást ő kudarcnak értékelte. Miben is áll ez a vállalkozás? Kornay megfogalmazza az általános egyensúly elméletnek egy radikális kritikáját, amely kritika lényege az, hogy az általános egyensúlyi elmélet nem alkalmas a reálgazdasági folyamatok magyarázatára, márpedig az elméletnek az ő számára az a feladata, ugye, hogy reálgazdaságira vonatkozó magyarázatokat adjon. Miért nem alkalmas? Mert életidegen feltevésekből nem lehet realisztikus következtetést kapni. Ez nem az anti-ekvilibrium szövege, ez a 2014-es interjú, de ez szerintem híven kifejezi a törekvéseit, amelyeket az anti-ekvilibriumban megpróbál apró pénzre váltani és részletekbe menően kidolgozni. Tehát az anti-ekvilibrium az általános egyensúlyi elméletet döntően az életidegen előfeltevései miatt támadja. Ebből születik az általános egyensúlyelmetnek egy módszertani kritikája ebben a munkában. Személyre hánya a Kornay az általános egyensúlyelméletnek, hogy nem követeli meg a verifikálást. Tehát nem követeli meg az empirikus tartalmakra való vonatkozást maga az általános egyensúlyelmélet. Egyébként összhangban azzal, amit Menger kapcsán az elméleti közösségtanról mondtunk. Márpedig, és ez az ő törekvése, a közgazdaságtant reáltudományként kell értelmezni, és ezért a közgazdaságtannak a valóságnak nem ellentmondó feltevésekből kell kiindulnia. Ezt tételezi fel ebben a munkájában. Tehát ez az a
követelménye, amelyet a közösségtudományon szemben támaszt, hogy úgy változtassa előfeltevés rendszerét, hogy azok ne mondjanak ellent a valóságnak. És így módon alkalmasak legyenek egy leíró, magyarázó elmélet létrehozására. És azt szállhányja az általános egyensúly elmélet szemére, és a kutató azoknak a szemére, akik ebben a paradigmában mozognak, hogy úgy tesznek, mintha a tudományok, a matematika, a logika egyik sajátossága lenne. És persze visszakérdezhetünk, és hát nem az. Kornai itt azt állítja, itt tulajdonképpen azt implikálja, lehet, hogy az, de tennünk kell azért, hogy ne ez legyen. Ez az általános egyensúly elmélet módszertani kritikájának a legfontosabb kiinduló pontja, amit a munkájával megtalálhatunk. Tehát, hogy úgy kell átalakítani az általános egyensúly elméletet, hogy alkalmassá váljon egy leíró közösségi elmélet feladatára, hogy ezt a feladatot el tudja látni. Tehát, hogy reáltudományi elméletként működjön ez az elméleti modell. Erre hoz példákat, illetve elemzéseket az antiequilibriumban, itt csak egyetlen egy dologot említek meg, és nem is fogok ezen így végigmenni. Tehát a közösségi struktúra, úgynevezett közösségi struktúra problémája. Tehát, hogy hogyan kommunikálnak egymással a gazdasági szereplői, amikor koordinálják a gazdasági tevékenységeiket, és azt mondja Kornai, hogy az általános egyensúly elmélet egyszerűen az ára redukálja ezt a feladatkört, ezt a funkciót, holott minden gazdasági rendszer ténylegesen többféle közlési rendszerrel rendelkezik, és ezért nagyon valóságidegen annak a feltételezése, hogy elegendő az árak szintjén, vagy az árak vizsgálatánál maradni. Ezt egy nagyon jelentős problémának tekinti, és ezzel részletesebben foglalkozik. Ezt a fajta módszertani kritikát egészíti ki azután az általános egyensúlyelméletnek egyfajta tartalmi konkretizálása, amikor is azt mondja, hogy az általános egyensúlyelmélet legnagyobb problémája az egyensúly fogalom maga. És azt mondja, hogy a valóságban igazából nem egyensúlyokat találunk, hanem nem egyensúlyi gazdaságot találunk, hanem mindig hiánygazdaságot vagy többletgazdaságot találunk. És hogyha ez így van, akkor egy reál elméletnek ezt kell tematizálni. Tehát már megjelenik az antiequilibriumban ez a probléma, ami később majd ugye a piaci rezsimek problémájaként fog tárgyalni, hogy a valóságban hiány vagy többletgazdaság van, és akkor ezt kell megértenünk, hogy ez miért van. És bevezet erre két fogalmat, a hiánygazdaságot elnevezi szívásos gazdaságnak, a többletgazdaságot elnevezi nyomásos gazdaságnak, később ezeket a termésokat többé vagy kevésbé elhagyja, mert ezek nem vertek gyökeret úgy, ahogy ön szerette volna, tehát nem váltak általánosan elfogadottá. De amit kifejeznek, az a későbbiek számára rendkívül fontos, hogy tehát a hiánygazdaságban nagyon leegyszerűsítve többletkeresetet találunk, a nyomásos gazdaságban pedig túlkínálatot találunk. Tehát túlkereseti állapot versus túlkínálati állapot, ez a két alapvető sajátosságunk mentén írható le két különböző piaci rezsim. Se az egyik, se a másik nem fog eltűnni, tehát nincs egyensúly reálisan úgy, ahogyan ezt az egyensúlyelmélet feltételezi, hanem ezt majd később fogja mondani, hogy a normál állapotok lehetségesek, amelyek valamilyen szintjét az egyik egyensúlyhiánynak vagy a másik egyensúlyhiánynak reprodukálják. Azt is megállapítja, hogy megfigyelhetjük, hogy a kapitalista országokban hosszú időszakokon át többé-kevésbé nyomás érvényesül, a szocialista országban pedig szívás érvényesül. Még hadd térjek vissza röviden a piaci rezsimek kapcsán, tehát az egyensúlyelmélet kritikájára, mert nagyon érdekes, hogy mennyire, és ezt mindjárt meg fogom mutatni, hogy mennyire hasonlít ez a kritika, vagy milyen vonatkozásokban hasonlít ez a kritika az osztrák iskola egyensúlyelmélet kritikájára.
Ugye azt mondja Kornai, hogy amennyiben a vevő vételi szándéka tényleges vétele, valamint az eladó eladási szándéka és tényleges eladása pontosan egybeesik, tehát egyensúly van, akkor nincs miért versenyezni. Tehát, hogy az egyensúly elmélet igazából nem tud mit kezdeni a verseny fogalmával. Ugyanis ebben az esetben az eladók osztozkodhatnak a vevők, vásárlóin a vevők pedig osztozkodnak az eladók terméken, hiszen egyikből sincs se több, se kevesebb, éppen annyi van, amennyi. Mert szükség van, csak meg kell találni a címzetteket mindkét oldalon. Ez tehát olyan, mint egy futóverseny, amelyben mindenkinek előre odaígérték az első díjat, a kompetitív equilibrium valójában paradox fából vaskarika. Ezzel szemben, ha igazi versenyt tételezünk fel, akkor fel kell tételeznünk a hiány meg a többletgazdaság létezését. A hiánygazdaságban a vevők versenyeznek, a többletgazdaságban az eladók versenyeznek. És ez az alapvető kérdés. Ha ezt összehasonlítjuk a hayeki versenyfogalom, akkor találunk érdekes párhuzamokat, illetve különbségeket. Azt mondja Hayek, a verseny racionális igazolása mindig azon alapszik, hogy előre nem ismerik a verseny szereplőinek cselekedeteit meghatározó tényeket. A sportban, a különböző vizsgákon vagy állami megrendelések, odaértésekor vagy költők vetélkedésében értelmetlen lenne versenyt szervezni, ha előre tudnánk, ki lesz a legjobb. Ugye milyen érdekes, hogy a Hayeknál megtalálható sporthasonlat és a Cornell megtalálható hasonlat, mintha ugyanaz lenne, nem teljesen ugyanaz tartalmilag, de mind a ketten a sportvilágából hoznak hasonlatot arra, hogy az egyensúly elmélet keretei között verseny valójában nincsen. Azt nem tudom most megmondani, hogy a Kornainál a sporthasonlatnak van-e kapcsolata a Hayek írásával, tehát elképzelhető, hogy ezt olvasta, mert ez nem a valódi megjelenési évszám, amit itt látnak, ez a magyar fordítás évszáma, tehát ez egy viszonylag korai szöveg, tehát könnyen lehet, hogy olvasta és valahol ott volt a fejében, de ezzel együtt persze, mint látni fogjuk mindjárt, azért átértelmezte, de az egyensúlyelméleti kritika vonatkozásában a Kornai és a Hayek álláspontja összecseng. Azt mondja Hayek egy másik szövegében, hogy a tökéletes verseny az alójában a versenyző tevékenységek hiányát jelenti. Ez is nagyon összecseng azzal, amit az előbb láttunk a Kornaitól. Igazából nem azzal kell törődnünk, hogy van-e, hogy egy verseny tökéletese vagy nem, hanem azzal kell törődnünk, hogy van-e verseny, vagy nincs-e verseny, mondja Hayek. Ez részben összecseng a Kornai álláspontot. A Kornai azt mondja, ugye, hogy ne törődjünk túl sokat azzal, hogy tökéletes a verseny, vagy nem. Azzal foglalkozunk sokat, hogy milyen piaci rezsimben van, milyen típusú verseny. Vevők versenyeznek, vagy eladók versenyeznek. Tehát a közös elem a Hayek és a Kornai érvelésben az, hogy az általános egyensúlyiskola egyensúly fogalma az problematikus. A különbség az, hogy hogyan konkretizálják ezeket az ebből adódó versenyfogalmát. És az nagyon érdekes, hogy ebben az időben még, tehát az anti-equilibriumban, Kornai nem követi Hayekot abban, hogy a piac és a nem piac, a kapitalizmus és a szocializmus vonatkozásában kellene konkretizálnia a verseny, vagy a verseny hiányának fogalmát, hanem azt állítja, hogy a piaci rezsimek dihotómiáján belül kell maradnunk, tehát hogy eladók piaca van, vagy vevők piaca. Ez azért van, mert Kornai ekkor még nem fogadja el azt az állítást, amit később majd középpontinak fog tekinteni, hogy a piaci rezsimek dihotómiája, tehát egy hiány vagy többlet, az megegyezik a kapitalizmus és szocializmus dihotómiájával. Nevezetesen, hogyha a hiánygazdaság van, akkor szocializmus van, és ha a többletgazdaság van, akkor kapitalizmus van. Ezt itt még nem fogadja el, ezért számára a Hayeki érvelésnek ez a nagyon fontos eleme a piac és a terv között, itt még nem válik használhatóvá. Tehát az egyensúlyelméleti kritika már igen, de ez a másik elem nem, viszont a későbbiekben a dolog megfordul, tehát ez az elem is nagyon fontos lesz, amit a Hayek erről mond. De ebben a munkában még nem. És akkor itt látható az, hogy hogyan is gondolkodik erről az anti-equilibrium szerzője még ebben az időben. Fölteszi a kérdést, hogy együtt jár-e szükségképpen a szocializmussal a szívás, a kapitalizmussal a nyomás, és az a válasz, hogy nem. Meggyőződésem, hogy a szocialista gazdasági rendszer is lehet a nyomás állapotában, és a kapitalista rendszer piacán is érvényesülhet általános szívás, mondja még ekkor Kornai. Ez lényegében a reformközgazdász álláspontja.
A reform közgazdászok próbáltak olyan intézményi változásokat előidézni a szocialista rendszeren belül, amelyek átbillentik a rendszert egy nem hatékony működésből egy hatékonyabb működés felé, és tulajdonképpen ez a gondolati keret működik még itt, amikor Kornai tulajdonképpen hasonlóan a reformközgazdászokhoz azt mondja, hogy az a feladatunk, ebből az következik, az a feladatunk normatív értelemben, hogy a szocialista gazdasági rendszert a nyomás állapotába hozzuk, és ez nem lehetetlen. Tehát ez azt jelenti, hogy a szocialista gazdaság reformálható. És akkor ha ezzel összefüggésben, akkor fel kell tenni, hogy a kérdés mi az oka annak, hogy a szocializmusban szívás van és nem nyomás. Most a szívásra van az értelemben, nagyon jól használta a szót, nem a köznapi értelemben, ahogyan amerikai kultúrából ez átjött Magyarországra is. És az a válasz erre, hogy igazából ennek gazdaságpolitikai okai vannak. Ezért lehet megváltoztatni a rendszeren belül. Mert gazdaságpolitikai okokra vezethető vissza ez a fajta hiánygazdaság, tehát akkor a gazdaságpolitika változásával a meglévő intézményi keretek és tulajdonviszonyok fenntartása mellett lehetséges a szívásos piac, nyomásos piaccá való átalakulás, ami kívánatos, mert hiszen az hatékonyabb és a fogyasztókat kiszolgáló piaci rezsim szemben a másik. Ugyanakkor már az anti-equilibriumban is van egyfajta distancia vagy kritika azzal kapcsolatosan, hogy hogyan értsük a reformközgazdaságtant és a reformközgazdaságtani törekvéseket. És ez következik az elméleti építkezésből, hogyha az elméleti építkezés lényege az, hogy kimutassa azt, hogy nincsen egyensúly, hanem van két nem egyensúlyi modell, akkor ebből az következik, hogy minden olyan változtatás, amit végrehajtunk egy szocialista gazdasági rendszerben, csak akkor lesz ténylegesen eredményes, mert ez összefügg a piaci rezsimek változtatásával. Tehát, hogyha hiába ösztönzünk, vezetjük a nyereség ösztönzést egy szocialista rendszeren belül, ha megmarad a hiánygazdaság, ha szívásos gazdaság, akkor a gazdasági szereplők nem változtatják meg úgy a viselkedésüket, hogy ebből a rendszer hatékonysága növekedése jöjjön létre. És itt még, tehát ez az, amit hozzátesz itt a reformközgazdaságtani gondolkodáshoz, hogy figyelme kell venni ezt az általa fontosnak tartott piaci rezsim problémát, és hozzáteszi azt, hogy milyen érdekes, hogy az általános egyensúly miatt szükségképp hallgat erről a problémáról, és hogy ez milyen érdekes, hogy ez összhangban van azzal, hogy a reformközgazdászok is hallgatnak erről a problémáról. Tehát az elméleti teljesítményét, saját elméleti teljesítményét abban is látja ebben a munkában, hogy az általános egyensúlyiskola bírálata alapján meg tud fogalmazni egy olyan problémát, a szívásos és nyomásos piac problémájának fogalmi hálójában, amire az általános egyensúlyemelet nem képes, és egyúttal ezzel tudom olyasmit mondani a reformközgazdászoknak, amire ők maguk nem gondoltak. Tehát ez az, amit az anti-equilibrium teljesít. Kornai tehát arra törekszik, hogy itt két dolgot kapcsol össze, egy módszertani, ezt már mondtam, csak megismétlem, a módszertani, egy módszertani elvet próbál összekötni egy tartalmi újfajta elemzéssel, tehát arra törekszik, hogy megváltoztassa az általános egyensúly elméletet, hogy alkalmassá tegye azt a reálgazdasági elemzésre, és ehhez fontosnak tartja az egyensúlyi gazdaság fogalmával szemben a nyomásos és szívásos nem egyensúlyi piaci rezsimek elemzését, és annak megmutatását, hogy tehát a valóságban, a reálgazdaságban az egyensúly helyett ezt a kettőt fogjuk találni. Ugyanakkor, és erre majd mindig visszatérek, ez az elméleti kritika egy ponton túllő a célon legalábbis, abban a vonatkozásban, hogy a leíró elmélet kialakítását ráterheli az általános egyensúly elmélet paradigmájára. Tehát azt a követelmény fogalmazza meg, hogy az általános egyensúly elméletet módosítsuk ahhoz, hogy ez alkalmassá váljon a reálgazdasági folyamatok elemzésére. De hát ha Mengelt komolyan veszük, akkor ebből az következik, hogy az általános egyensúly elméletet nem lehet ebben az irányban módosítani, mert akkor megszűnik általános egyensúly elmélet lenni. Az általános egyensúly elmélet nem a reálgazdaságról szól, hanem önmagáról.
az nem egy reál tudomány, és én azt gondolom, hogy nem is lehet reál tudományát tenni, de nem is szükséges. És azt gondolom, hogy az, amit Kornai kudarcnak élt meg ezzel a munkájával, az éppen ebben a problémában található meg, hogy tehát ő olyan feladatot akart az általános egyensúlyi elméletnek feladatául szabni, amelyre az nem lehetett alkalmas. És azt gondolom, hogy ez magyarázhatja azt, hogy a könyv nem váltotta ki azt a hatást, amit őt szeretett volna írni, és ezért gondolom azt, hogy az antielkülönbözőm igazából nem a válaszol miatt, hanem a feltett kérdés okán volt problematikus. Hogy tehát azt gondolta, hogy lehetséges az általános egyensúlyi elméletből reál tudományt csinálni. Amikor visszatér akár az önéletrajzi könyvében, akár ebben a későbbi interjúban az antielkülönbözőm című könyvére, akkor azt mondja Kornai, hogy valóban a hiba nem az általános egyesületben van, ne tulajdonítsuk ezt a hibát az általános egyesületnek, hanem inkább egyfajta alkalmazásban van a probléma. Ha a valóságos kapitalizmus tulajdonságára reális képet akarunk adni, akkor legyünk tudatában annak, hogy a Varaszi modell feltevései számos ponton életidegenek, ami egyszerűen azt jelenti, hogy ne ebből induljunk ki. És azt gondolom, hogy az ő számára a legnagyobb tanulsága az antielkülönbözőmnek az volt, hogy fenn kell tartani a reál gazdaság reál elméletére vonatkozó elméleti igényt, de ehhez egy olyan elméletet kell megalkotni, aminek nem kell az általános egyensúlyi elméletből kiindulnia, hanem egy önálló elméletalkotási szintet kell keresni, amelyen belül ez az reál elmélet megalkotható. És azt gondolom, hogy ennek a problémakörnek az újragondolása vezette Kornait abba az irányba, ami aztán a hiányt és a szocialista rendszert eredményezte. Tehát, ha tetszik, ez a kudarc volt a forrása a későbbi sikereinek. Persze ez kellett az, hogy ő ezt a könyvet saját maga kritikailag újra átgondolja, és a saját korábbi állításaihoz képest azoktól távolságot tartva egyfajta új építkezést, elméleti építkezést kezdjen. Ami viszont az antielkülönbözőmből persze fontos, ez a szívásos és nyomásos piaci rezsimek megkülönböztetés, hiszen ez tovább fog élni. Ugye, ami még fontos, amit már mondtam, amit felfogadni, hogy itt még a hiánygazdaságot a reformközgazdaságtan álláspontjával összeegyeztethető módon vizsgálja, és nem kapcsolja össze a hiánygazdaságot és a területgazdaságot a gazdasági rendszerekkel. És amire a hiány és a szocialista rendszer vállalkozik, az ezeknek a feltételezéseknek az újragondolása és újraértelmezés. A hiány fogalmazza meg először a reálgazdaságnak azt az új elméletét, amelyre a szerzője törekszik, amely tehát nem az általános egyensúlyi elmélet egyfajta konkretizálásaként tekintett, hanem egy új reálgazdasági elmélet kiinduló pontjaként tekinthető. És hadd induljunk ki megint az önéletrajzi könyvében megtalálható állításból, azt mondja Kornai, hogy mindkét rendszerben bizonyos szabályok betartása esetén létrejön az egyensúly. Sőt, bizonyos feltételek mellett mindkét rendszer optimális állapotba kerülhet. Engem ez a hasonlóság zavarba ejtett. Ez szerint mindegy lenne, hogy centralizált vagy decentralizált gazdaságban élünk, egyre mert, hogy kapitalizmus van-e vagy szocializmus. Vagy azért jutottunk el ehhez a meghökkentő párhuzamossághoz, mert mindkét modell eltekint a valóságos élő gazdasági rendszereknek éppen azoktól a tulajdonságaitól, amelyek a valóságos kapitalizmus és a valóságos szocializmus, az élő piacgazdaság és az élő parancsgazdaság közötti különbségeket megmagyaráznák. Nos, tehát itt jelenik meg az új elméleti törekvés arra, hogy a reálgazdaságoknak egy új elméletét teremtse meg a szerző. Mi az, amiben a hiány tehát akkor új, mint az antiequilibrium? Döntően abban, és ez nagyon fontos, hogy összekapcsolja a hiánygazdaság és a szocialista rendszer, a többletgazdaság és a kapitalista rendszer kategóriáit. És azt mondja most már, szemben az antiequilibriummal, hogy itt bizony egyfajta immanens kapcsolat van a hiány és a szocializmus, a többlet és a kapitalizmus között. Ezek immanensen összetartozó fogalompárok, és így kell őket megértenünk. Mi az, ami a kettőt tehát összetudja kötni? Kell keresni egy olyan kategóriát, amiből megragadható, hogy értetlé válik, hogy igen, a hiány az összefügg a szocializmussal és a többlet összefügg a kapitalizmussal, és ez a nagy elméleti újítás, ami lehetővé teszi ennek a kapcsolatnak a megalapítását, ez a
puha költségvetési korlát fogalmának a megalkotása. Ennek a fogalomnak önálló élete van, ma már ugye nagyon sok szerző, nagyon különböző szerzők használják ezt a fogalmat. A fogalom a Kornai János elméleti újítása. És döntem azon a belátáson alapul, hogy tegyük fel azt a kérdést, hogy egy szocialista rendszerben el tudjuk-e képzelni azt, hogy a termelés vezetői önként visszafogják az input iránti keresletüket és expanziós törekvésüket. És az a válasz, hogy nincs ilyen. Önként a gazdasági döntéshozók ezt nem fogják megtenni, akkor mi az, ami visszafoghatja az input iránti keresletüket? A kemény költségvetési korlát. És akkor kialakul ez a kettőség, hogy vegyük észre, hogy a többletet termelő piacgazdaságban kemény költségvetési korláttal rendelkeznek a gazdasági szereplők. A hiánygazdaságban működő gazdasági szereplőknek, legalábbis a vállalatoknak, vagy a háztartásoknak nem, de a vállalatoknak puha a költségvetési korlátjuk. És nagyon érdekes, hogy megjelenik itt már a hiányban az, hogy ez a dolog összefügg valamilyen módon a tervalkúval. De azért ez nagyon részletesen, vagy részletesen ebben a munkában még nem kerül kifejtésre. Visszatér a reformközgazdaságtani kritikához, amikor azt mondja, hogy nem az az érdekes, hogy van-e nyereség érdekeltsége egy vállalati vezetőnek vagy a dolgozóknak, mert hogyha van is, de mégis puha költségvetési korlátjuk, a puha vállalat költségvetési korlátja, akkor ebből nem következik költségminimalizálás és nyereségmaximalizálás, a költségminimalizálás következtében előálló nyereségmaximalizálás. Tehát ha azt ételezzük fel, hogy nem érdekeltek a nyereség növelésében, akkor is az eredmény lényegében, mintha azt ételezzük fel, hogy érdekeltek a nyereség növelésében, és a reformközgazdászok tehát tévednek, amikor azt gondolják, hogy ha a nyereség ösztönzés, a nyereség érdekeltséget megteremtik a vállalaton belül, akkor ez javítani fogja a gazdasági hatékonyságot. Ugyanígy megfordítva a kemény költségvetési korlát esetén, akkor sem lenne közömbös a nyereség iránt a gazdasági vezetés, hogyha nem lenne személyes részesedése, mert az azonosulás a vállalattal egy kemény költségvetési korlát és piaci kontroll a mellett kikényszeríti a költségérzékenységet. Így módon láthatjuk, hogy a költségvetési korlát puhassága, keménysége hogyan függ össze a gazdasági rendszerek és a piaci rezsimek összekapcsolásának a problematikájával. És nagyon fontos az, hogy a szocializmus esetében ezt a problémát, tehát a puha költségvetési korlát problémáját Kornai a vállalat és az állam viszonyában tartja értelmezhetőnek, ami egy utalás már a strukturális problémára. Tehát arra, hogy valamiféle rendszer probléma van, de erről fogok beszélni, ugye, hogy ezt részletesen ez a könyv még nem fejti ki. Egy rövid kitérő, ami nagyon érdekes elmélettörténeti szempontból, amikor azt mondja a Kornai, hogy vegyük észre, hogy az általános egyensúly elmélet is tulajdonképpen él hallgatólagosan a kemény költségvetési korlát fogalmával. Mert csak ezen alapul az a gazdasági viselkedés, amely árérzékeny és árakra reagál, amikor árjelzéseket kap. Hogyha nem lenne ez a feltételezés, ha nem tennék meg ezt a feltételezést, elfogadnák azt, hogy puha költségvetési korlátja is lehet az általános egyensúly elméleten belüli gazdasági szerepnek, akkor nem állna elő az a megoldás, amit egyáltalán lehetséges. Tehát, hogy igenis, még az általános egyensúly elmélet is hallgatólagosan egyfajta reál feltételezésen alapul, mert hiszen az, hogy puha vagy kemény a költségvetési korlát, az nem egyszerűen analitikus követelmény, lehet az is, hanem egyúttal egy empirikus sajátosság, ami tehát tapasztalati kérdés, itt mondja. Tehát ez egyszerűen egy tapasztalati kérdés, és ez egy empirikus kérdés, és nem egyszerűen egy analitikus probléma. Visszatérve tehát a hiány és a rendszer összefüggésére, illetve a rendszer és a gazdaságpolitika összefüggésére,
Meg ismét egy idézet arról, hogy nem elegendő az általános motivációs háttér, vagy valamilyen gazdaságirányítási rendszerváltozás alapján végig gondolni a hatékony gazdasági viselkedéshez az vezető átalakulást a szocialista rendszeren belül, hanem figyelembe kell venni a piaci rezsimek és a költségvetési korlát problémáját. Nagyon érdekes ennek az érvelésnek az kezdete, azt mondja Kornai, sokan hajlamosak azt hinni, hogy éppen itt a bürokratikus függőség viszonyokban kell keresni a hiány motivációs hátterét. De a következő mondatban visszaveszi ennek a jelentését, amikor azt mondja, hogy ez a bürokratikus függőség viszony lényegében a központi gazdaságpolitika által erőltetett növekedést jelent. Ez azért érdekes, mert ebben van egyfajta, nem akarom ezt túl teoretizálni, de ebben van egy ambivalencia ebben a mondatban, mert az előző diára, ha visszaemlékeznek, ott azt mondja, hogy a költségvetési korlát problematikája az állam és a vállalat viszonyában keresendő, ami pedig hát épp a bürokratikus függési viszony. Itt viszont ebben a mondatban a bürokratikus függési viszonyt egyszerűen úgy értelmezi, mint gazdaságpolitikai diktátumot. Azért az két különböző szintje a dolognak. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy itt már nem állítja azt a hiányban, hogy a gazdaságpolitika az oka a hiánynak, hanem strukturális összefüggésekre vezeti vissza a költségvetési korlát puhaságára vezeti vissza, ami viszont az állam és vállalat viszonyában gyökerezik, és a munka befejezésében Kornai ezt az állítást meg is fogalmazza, amikor a paternalizmus fogalmát behozza az elemzésbe. A paternalizmusnak megkülönbözteti 1, 2, 3, 4, 5 változatát, ugye a nulladik az, amikor nem nincs paternalizmus, az összes többinél különböző fokozatai vannak a paternalizmusnak. És ebből jut arra a következtetésre, hogy tulajdonképpen a paternalizmus az nem más, mint a vállalat függősége az államtól. A metafora a szülő és a gyerek. A szülő az állam, a gyerek a szocialista vállalat. És ugye azt mondja, hogy itt tulajdonképpen szoros összefüggésben egy közgazdasági jelenségcsoport, a költségvetési korlátúasága, a kereset elszaladása és az intézményi jelenségcsoport a paternalizmus magasabb fokozatai között, és a paternalizmus lesz az oka tehát a költségvetési korlátnak és ezen keresztül a hiánygazdaságnak, tehát nem a gazdaságpolitika. Lényegében ez az utolsó idézet azt mutatja, hogy nem a gazdaságpolitika lesz az oka. A későbbi a szocialista rendszerben alkalmazott blokkschémát ide előrevetítve azt mondhatnánk, hogy akkor Kornai tulajdonképpen úgy vezeti le a hiány és a szocialista rendszer összefüggését, hogy az oka a paternalizmus, ebből következik a fogalköltségvetési korlát, és ebből következik a hiánygazdaság. De ennél többet explicit módon a szerző nem mond. Ha föltesszük a kérdést, hogy miért nem, akkor a válaszokat részben megtaláljuk az önéletrajzi munkáiban is, és interjúiban is. Ugyanakkor hadd mondjam, tehát nyilván arról is szó van, hogy ez egy kutatási program, és egy tanulási folyamat. Tehát nincs kifejtve az, hogy a paternalizmus mögött igazából mi áll, mint intézményi szerkezet. De ez nem azt jelenti, hogy már meg van fogalmazva. Tehát Kornai még meg sem fogalmazta ezeket az összefüggéseket, ez inkább egy intuíció még ekkor, amely tételesen nincsen kidolgozva, világosan bizonyos összefüggéseket persze ő lát, de ez még egy elméleti formát nem ölt. Ugyanakkor már sugallja ezt a bizonyos összefüggést, hogy tehát a bajok végső oka az azért maga a rendszer, és tehát amiből azt következik, hogy a rendszer az nem reformálható. És ez már a szembefordulás akkor a reformközösségtől. De mondja Kornai, ezt az igazságot a könyv nem mondja ki. A könyv nem tartalmazza a teljes igazságot, mondja a 2005-ös önéletrajzi visszaemlékezésében. Azt mondja, hogy három kérdést akart megkerülni. Az egyik a Szovjetunióhoz való viszony, a másik a kommunista párt szerepe a szocialista gazdaságban, a harmadik az intézményi változás, állami versus magántulajdon. Azt mondja, ezeket nem akarta megmondani, ezekről nem akart írni, féligasságokat nem akart mondani, ezért úgy döntött, hogy hallgat erről. Még egyszer, ha mondom, a hallgatás mögött még azért ott van az is, hogy ez még nincs kidolgozva. De az is ott van mögötte, hogy valamilyen módon öncenzúrát
kell, hogy alkalmazzak. És az a kérdés, hogy miért? A válaszra az önéletre az írásban, a kérdésre az önéletre az írásban találjuk meg a választ. Azt kell elképzelnünk, hogy létezik, hogy van valaki, aki tudományos kutató, a szocialista rendszerben él, megvan a kutatási szabadsága, de nincs meg a publikációs szabadsága. És olyan elméleten dolgozik, amely most nagyon egyszerűsítve azt fogja mondani, hogy a szocialista rendszer nem hatékonyabb, mint a kapitalizmus, hanem kevésbé hatékony, és még csak meg sem reformálható, tehát a saját keretei között nem újítható meg. Lehet-e egy ilyen könyvet hazai kutatónak Magyarországon publikálnia a 70-es évek végén? Nem lehet. Akkor mi az a lehetséges választás? Elmegy külföldre. Lehetősége lett volna elmenni külföldre, mint ahogy el is ment, lett volna lehetősége, és utána élt észre a lehetőséget, de sosem ment el úgy az országon, amikor a Harvardra ment, hogy ugyanakkor nem maradt volna Magyarországon. Tehát a harvardi állást is úgy vállalta el, hogy fél év Magyarországon, fél év Amerikában. Tehát nem akart Magyarországról elmenni. De ha nem akar Magyarországról elmenni, akkor az öncenzúra az adott politikai viszonyok között nem elkerülhető. És az sem elkerülhető, hogy ne vállaljon politikai szerepet. Tehát helyesebben inkább úgy mondom, hogy van egy átváltás a tudományos munka és a politikai cselekvés között abban az értelemben, hogy a politikai aktivitás veszélyeztetheti a tudományos cselekvést, különösen abban az esetben, hogyha a tudományos cselekvés az valamilyen módon a nyugati tudományos közösséghez való tartozás keretén belül fejthetők és valósítható meg, és ugye Kornai azt mondja, hogy ha valaki sohasem lép ki a kelet-európai szellemélet élet beltenyészetéből, az inkább ki van téve annak a veszélynek, hogy provinciális marad a gondolkodása. Tehát ő számára nagyon fontos volt az, hogy ő utazhasson, hogy elmessen nyugati egyetemekre, de ez azt kellett, hogy ne tegyék őt tiltólistára. Ne vonják be az útlevelét, és ne tegyék lehetetlenné ezt a fajta integrálódást a nyugati akadémiai világba. Ennek az ára az adott rendszer keretei között az volt, hogy nem vállalt közvetlen politikai szereplés, és azért érdekes ez, mert ugyanakkor az az elméleti állítás, amit mond, az sokkal radikálisabb, mint amit a reformközgazdászok valaha mondtak. Mert lényegében ő azt mondja, hogy a rendszer nem jobbítható, míg a reformközgazdászok mindig azt állították, hogy a rendszer az jobbá tehető, és ők vállaltak politikai szerepet az adott többé-kevés az adott keretek között. Persze ők is belekényszerültek egy kompromisszum, mert ők meg a reformokat nem akarták veszélyeztetni egy radikális politikai ellenálló szereppel. Tehát, hogyha a hiányt értékelni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a hiány lényegesen hozzájárult már a szocialista rendszer magasabb rendőrségével tett hit lerombolásához, és azt üzente, hogy meg kell kérdezni azokat a tételeket, amelyeket a reformközgazdászok nem kérdeleztek meg, nevezetesen, hogy a szocializmus jobbítható. A reformközgazdász, ez nem egy értékítélet, vagy egy elítélő ítélet a reformközgazdaságtanról, hanem egyszerűen annak a megértése, hogy itt is volt egy átváltás. Ha akartam azt, hogy gazdasági, tényleges gazdasági reformok történjenek mondjuk Magyarországon, akkor nem kérdelezhettem meg az állami tulajdon és a pártvezető szerepét. És akkor ez mint előfeltevés beépült mindabba, amit mondtam, akár hittem benne, akár nem. A hiány gyakorlatilag fölkínálja az értelme, a kérdést, hogyan kapcsolódik össze a szocialista rendszer és a hiánygazdaság. A polköltségvetési korlát fogalmával kinyitja az értelmezés lehetőségét, de a hiány a tényleges összekapcsolást, az intézményi elemzést még nem végzi el. Annak következtében részben, vagy jelentős részben, amit az eddigben már mondtunk. A szocialista rendszer tehát ennyiben más, mint a hiány, hogy fölvázolja a szocialista rendszer koherenciát, és bekapcsolja azt a három intézményi blokkot az elemzésbe, amiről a hiány még valójában hallgat, vagy csak bizonyos elemeiben jelenít meg. Itt látható az a levezetés, amit Kornai a könyvben megad, itt fölül, aminek ugye az az egyik érdekessége,
hogy a paternalizmus már nem ok, hanem a szociális intézményi rendszer következménye, és szerintem ez valóban a paternalizmus tényleges helye. Tehát igazából a paternalizmus az egy metafora volt, amely a hiányzó okokat takarta el, és nyitotta meg a gondolkodást, hogy de hát kell, hogy legyenek okok. És utána, amikor a szociális rendszerben kiderül, hogy mik is azok az okok, akkor a paternalizmus, mint viselkedési forma persze megmaradhat, de a magyarázó ereje már nem ennek a fogalomnak van, hanem a bürokratikus koordinációnak, az állami tulajdonnak és az egypártrendszernek, a kommunista párt osztatlan uralmának. Én annyit tettem egy javaslatot, hogy ezt azért megpróbálhatjuk valamelyest tisztább formára hozni. Tehát azt gondolom, hogyha lecsupaszítjuk az érvelést, akkor még bizonyos dolgokat pakolhatunk ide-oda az egyes blokkokból. Tehát én azt gondoltam, hogy a tiszta logika az, hogy a hiánygazdaság oka a puha költségvetési korlát, és a tervalkú az lényegében a bürokratikus koordináció megvalósítási formája, tehát az maga már az központi tervezés, ezért azt gondolom, hogy itt van a helye. Az első kettő az szerintem rendben van, nyilván a többi is rendben van, csak azt gondolom, hogy lehetséges esetleg ezt így minimálisan átalakítani, és akkor ebből az adódik, ugye, hogy a szocialista rendszer intézményei magyarázzák a PUA költségvetési korlátot, amely magyarázza a hiánygazdaság. És teljesen világos ebből a levezetésből, hogy a szociális rendszer intézményei azok egy intencionált intézményrendszer kiépítését jelentik, de a PUA költségvetési korlát és a hiánygazdaság az ennek az intézményrendszernek a nem szándékolt működési módja, amely ugyanakkor, ha már ezek az intézmények vannak, szükségképpen bekövetkezik, tehát hogy a hiánygazdaság és a szocialista rendszer ezek egymásról elszakíthatatlan elemek, és a PUA költségvetési korlát teszi őket elszakíthatatlan, ahogyan ez összekapcsolja a hiánygazdasági problematikát, az intézményi problematikát. Én maga Kornai azt mondja, hogy végre a szociális rendszerben ki tudta mondani azt, amit korábban nem tudott kifejteni, hogy tehát a politikai hatalom és a hivatalos ideológia szerepéből kell kiindulnunk, mert ez az a genetikus kód, ami kibomlik, hogyan ezt a szociális rendszerben kifejti, hiszen arról van szó, hogy egy hatalomra kerülő kommunista párt egy szociális ideológiát megpróbál a valóságba átültetni, és ebből következik az összes többi. És aztán erre épülnek a rendszer működési sajátosságai. Mindebből én azt gondolom, hogy adódik az, hogy a költségvetési korlát az egy érdekes többszínűséggel rendelkezik, vagy többszörös vonatkozással rendelkezik, mert egyszerre tekinthető analitikus közgazdasági fogalomnak, másfelől egyszerre tekinthető történeti intézményi magyarázatnak, mert hiszen a PUA költségvetési korlát az közvetlenül összefügg az állami tulajdon és a központi tervezés működési módjával. És így módon tehát lehetséges egy absztrakt közösségi fogalmat egy reálgazdasági entitás magyarázatára felhasználni, méghozzá történeti empirikus tartalmakat is adva ennek a fogalomnak. Hát ezért gondolom, hogy ez egy rendkívül lényeges elméleti újítás volt a Kornai elmélete számára. Na most én igazából nem fejtettem ki az alapfogalmakat, azt ételeztem fel, hogy ezeket ismerik. Ha bármi, amit eddig elmondtam, az további kifejtést igényelne, akkor nyugodtan szóljanak. Ha nem szólnak, akkor megyek tovább. Ahogy sejtettem, nem szól. Ebből a szocialista rendszerben kifejtett elméletből jól megértjük tehát azt, hogy mi az, amiben Kornai túllép az osztrák iskolán, és mi az, amit most már asszimilál az osztrák iskolából vagy Hayekből. Most már elfogadja Hayektől, Misestől és az osztrák iskola egészétől az állami tulajdon, központi tervezés, magántulajdon, piaci koordináció összekapcsolását, hogy tehát ezek összetartozó fogalompárok. Ezt lényegében kiegészíti egy újabb elméleti eredménnyel a tulajdonjogi iskolának egyfajta
interpretálásával abban a vonatkozásban, hogy hogyan is működik a szocialista tulajdon a valóságban. És ehhez adja hozzá a puhaköltségvetési korlát fogalmát és a hiánygazdaság problematikát, ami az osztrák iskolánál nem létező dolog, ami viszont a szocializmus reálgazdasági megértése szempontjából rendkívül fontos. Tehát látható a kapcsolódás, most már a kapcsolódás és az osztrák iskola asszimiláció egyfelől, másfelől az, hogy miben az, amiben túllép, és tovább konkretizálja Kornai a gazdasági rendszerek reál elméletét. Egyúttal ugye nagyon élesen most már is politikai következmények nélkül megfogalmazható a reformközösségtan kritikája a szocialista rendszer, hiszen ez a rendszerváltozás után jelent meg, tehát már nem volt politikai töltete annak, hogyha valaki azt mondja, hogy ti reformközösségtanok, amit igazából akartok, ha jól csináltok, akkor az kapitalizmus, mert ha ezt mondja, akkor följelenti őket. Ezért ugyanakkor persze, ha csak a reform az egyáltalán lehetséges, mert azt gondoljuk, hogy a szocializmus nem fog összedőlni, és azt gondoltuk, hogy nem fog összedőlni egyébként, akkor tisztelnünk kell ezeket a reform törekvéseket, és nem szabad őket akadályozni, segítenünk kell őket, még akkor is, ha tudjuk, vagy azt gondoljuk, hogy ezek nem fogják a problémát megoldani. De 90 után már ennek nincs jelentősége, és megfogalmazható az, ami elméletileg viszont fontos, hogy nincsen, vagy az a radikális maximum, meddig a reformközgazdászok elmentek, tehát a piaci szocializmus. Ilyen modell a valóságban nem lehetséges, mert inkoherens elemeket tartalmaz, nem képzelhető el a szocialista tulajdon és a piaci koordináció összeházasítása, hiszen erről szól a szocialista rendszer levezetése, amit röviden a blokkokkal próbáltam jelezni. Ez egy nagyon, de azért ennek van elméleti jelentősége, tehát, hogy a reformközgazdaságtantól igazából nem is várhatunk ilyen értelemben elméleti teljesítményt, analitikus teljesítményt, hiszen eleve a lehetetlent próbálja megvalósítani. Persze a reformközgazdaságtan nem is akart nagy elméleteket gyártani, az is kétségtelen. Nem ez volt a funkció, a feladat. Az, ami viszont kialakul, az egyfajta új politikai gazdaságtan, hiszen ez a politikai és a gazdasági intézmények sajátos új kapcsolatrendszerét mutatja be a szocialista rendszeren elemzésén keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez a munka, tehát a szocialista rendszer egyfelől megvalósítás ennek az új elméleti törekvésnek, hogy legyen a reálgazdaságnak saját elmélete, másfelől kiterjesztése ennek az új elméletnek egy új vizsgálati terepre, a szocialista rendszer terepére, ami tehát mind módszertanilag, mind elméletileg újdonságokat jelent, és mindezt úgy teszi a szerző, hogy nem hagyja el a modern közgazdaságtan nyelvhasználati módját, tehát nem próbálja radikálisan megjújtani most már ezt a nyelvet, és azt gondolom, hogy ebből érthetjük meg azt, hogy miért lett Kornai a legnagyobb nemzetközi ismertséggel és elismertséggel rendelkező magyar közgazdász, mert tudott integrálódni a nyugati akadémiai diskurzusba, egyfajta mainstreambe, ha tetszik, és mert ez a mainstreamhez képest tudott mást és újat mondani, mind tárgyát, mind módszerét tekintve, és ez a közeg ezt az eredményt elismerte és elfogadta. Ebből adódik persze, hogy ha más szerzőket nézünk meg, más kelet-európai szerzőket, akkor ha nem voltak annyira sikeresek, mint a Kornai, akkor ennek alapján arra is vonhatunk le bizonyos, vagy fogalmazhatunk bizonyos állításokat, de ezt most nekem nyilván nem kell megtennem. A szocialista rendszer könyv az 92 körül jelent meg, először angolul, aztán magyarul. Ugyanakkor a szocialista rendszer 90-ben lényegében, nem kizárólagosan, de lényegében felbomlott. Ez azért bizonyos értelemben kívülről nézve leértékelte a piaci befogadókészséget a munka iránt, hiszen már nincs az a rendszer, aminek az anatómiáját a könyv megadta. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, és a szerző is természetesen úgy gondolja, hogy
mindaz, amit a szocialista rendszer képvisel, mint elméleti program, ez azért nem kárba veszett munka, és túl azon, hogy történetileg mindig is fontos lesz a szocialista rendszer megértése, de ezen túl is, mint kutatási program is jelent további feladatokat. Nevezetesen most már, tehát ugye alapvetően két dolgot lehet mondani, az egyik az az, és a Kornai mondja is az elsőt mindenképpen, hogy ha a szocializmus és a kapitalizmus mint két egymás kizáró szimmetrikus rendszerként írom le, többletgazdaságként versus hiánygazdaságként, és utána azt mondom, hogy van a kemény költségvetési korlát szemben, a puha költségvetési korláttal, magántulajdon szemben, állami tulajdonnal, és így tovább, akkor a szocializmus elmélete az lényegében egy amerikai szociológus Kornaira alkalmazott kifejezéssel élve a kapitalizmusban tükröztetett elmélet lesz. És aminek a szocializmusra nézve lesz relevancia. De ezt meg is lehet fordítani. Tekintsük a kapitalizmust úgy, mint a szocializmusban tükröztetett elméletet. Tehát próbáljuk megérteni most már a többletgazdaságot úgy, mint a hiánygazdaság hiányát. És ha így tekintjük a hiánygazdasági elméletet, akkor ez használható. A másik, amit én most így szeretnék jelezni, az az, hogy az, amit a Kornai föltárt, az lényegében egy új politikai gazdaságtani gondolkodásmód, amely a új módon hangsúlyozza a politikai és a gazdasági intézmények közötti kapcsolatrendszer, és azt szeretném jelezni, és ez az utolsó, amit mondani szeretnék, hogy ez a gondolatkör, ez a legújabb politikai gazdaságtani munkában is megjelenik, nem ugyanazokban a fogalmakban, mint Kornainál, de nagyon hasonló módon és hasonló felfogásban, nevezetesen, hogy a politikai intézmények jelentős mértékben határozzák meg a gazdasági intézményeket. Itt hoztam egy idézetet Acemoglutól, Johnsontól és Robinsontól. Az Acemoglu Robinson könyv magyarul olvasható, mely lényegében ezt az elméletet fogalmazza meg. És a Douglas North és szerzőtársa is hasonlókat mondanak, hogy tehát itt van egy kölcsönös összefüggés gazdasági és politikai rendszerek között, és a nemzetek gazdagságát is ennek alapján érthetjük meg, mert vannak olyan gazdasági és politikai rendszerek, amelyek kizárják a gazdasági növekedést, mert nem teszik racionálisan azokat a fajta cselekvéseket, amelyeket vezetnek, mások pedig nem. Ugyanakkor nagyon fontos ez, hogy ezt ne úgy képzeljük el, mint egy exogén, tehát mint egy függő és egy független változó egyszerű kapcsolatot, hogy a politikai rendszer a független változó és a gazdasági rendszer a függő változó, hanem hogy ez egy endogenizált módon, ez egy kölcsönhatás, amikor is a politika bizonyos módja szelektíven kiválasztja a gazdasági rendszer bizonyos módját, amely megerősíti a politikai rendszer bizonyos módját. Ennek alapvetően van két verziója, zárt gazdaság, zárt politikai rendszer, nyílt gazdaság, nyílt politikai rendszer, és aztán vannak kevert formák, amelyek többnyire ebből a logikából átmenetinek tekinthetők, és tehát a lényeg az, hogy akkor ezt a kettős logikát kell megértenünk, és ha megnézzük a Kornai féle ábrázolásmódot és például az Acemoglu Robinson ábrázolásmódot politika és gazdaság között, akkor azt találjuk, hogy nagyon sok szerkezeti hasonlóság van a kettő között. Ugye a szocialista rendszer modellje alapján Kornai azt mondja, hát fogalmazzuk meg a kapitalista rendszerre és azt az összefüggést, hogy tehát egy bizonyos módon intézményesült politika fog magántulajdonhoz, piaci koordinációhoz, kemény költségvetési korláthoz, és a vevők piaci rezsiméhez vezetni, tehát többletgazdasághoz, ami a hatékony gazdaság, szemben egy más politikai kiinduló ponttal, amiből egy más gazdasági rendszer következik, és tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg egy absztraktabb módon Acemoglu és Robinson, amikor azt mondják, hogy a politikai intézményekből következik egyfajta politikai hatalommegoszlás, amelyből következik bizonyos gazdasági intézmények, amelyekből következik bizonyos gazdasági teljesítmény, amelyből következik egyfajta erőforrás eloszlás, amely aztán persze visszaad a politikai viszonyokra, ugye ez az endogenizálása a politikai faktornak. Ez nagyon hasonló, struktúrája tekintve nagyon hasonló gondolat, mert noha a kiinduló pontok, ahogyan eljutnak a szerzők ehhez, nyilván nagyon mások, tehát Acemoglu és Robinson számára a szocialista gazdaság az egy részletkérdés, Kornai számára pedig alapvető, de meg látható, hogy teljes mértékig konformnak tűnik az ő elméletéből kialakított következtetés, hogy tehát mi a viszony politika és gazdaság között, ez konform azzal, ahogyan a legújabb
politikai-gazdasági szerzők ezt az új intézmény közgazdaságtanon, vagy politikai-gazdaságtanon belül teszik, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megerősítés és hozzájárulás ahhoz a paradigmához, tehát amelyet én egyébként fontosnak tartok, ha meg akarjuk érteni a modern reálgazdasági viszonyokat, akár nyugaton, akár keleten. Összefoglalást nem készítettem, befejezésül szeretném jelezni, hogy ezek voltak azok az írások, amelyekre támaszkodtam, és köszönöm szépen a figyelmet.